Dr. Kontrát Károly, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje kapta a legtöbb szavazatot a Veszprém megyei 2. számú választókerületben. A közel 70 ezer fős választási területen a lakosok 70%-a, azaz 48.825 fő adta le a voksát április 8-án. Kontrát Károly a szavazatok 51,34%-ával biztos fölénnyel nyerte meg a választást. A képviselő urat telefonon értük utol, a választás másnapján már munkahelyén a belügyminisztériumban volt. Először is gratulálok az eredményhez, és önnek úgy látom, hogy igaza lett, mert a kampányban úgy fogalmazott, hogy nem a célban, hanem a startnál vagyunk. Köszönöm a gratulációt, köszönöm valamennyi választópolgárnak, akik részt vettek és szavaztak a tegnapi választáson. Külön köszönöm azoknak a támogatóknak, akik rám szavaztak. Köszönöm a fülediek bizalmát. A számokhoz mutatják, hogy valamennyi szavazókörben megnyertem a választást Balatonfüreden is. Szeretném megköszönni Bóka István polgármester úr, Hári Jelenke alpolgármester asszony támogatását, a füledi képviselőtestület támogatását és együttműködését, hiszen ezeket a eredményeket, amelyeket az elmúlt 4 évben elértünk Füleden, ezt közösen értük el. És én még azt szeretném hozzátenni, hogy a következő 4 évben még többet szeretnék dolgozni füledélyekért és a választókerületben élőkért, mert azt mutatják a tegnapi eredmények, hogy a sok munka meghozza az eredményt. Köszönöm az aktivisták, az önkéntesek a segítők támogatását. A magas részvétel, a 70% körüli vagy a fölötti részvétel az bizonyít, hogy erős felhatalmazást kaptunk a feladatok folytatására. És én azt gondolom, hogy jól döntöttek a füledélyek és a választókerületben élők, hiszen folytatni tudjuk azokat a feladatokat, azoknak a céloknak a megvalósítását, amit elkezdtünk, hogy meg tudjuk védeni Magyarországot, meg tudjuk védeni a magyar gazdaságot, meg tudjuk védeni a családokat, a nyugdíjak reál értékét, meg tudjuk védeni a biztonságot, és tudjuk folytatni azokat a programokat, amelyeket Balatonfüleden is elkezdtünk. Hát nem régiben, az elmúlt héten polgármester úrral éppen a Felsővárosban tartottunk egy sajtótájékoztatót, ahol a Zöldváros program keretében mondtuk el, illetve a polgármester úr bemutatta, hogy milyen elképzelések vannak a Felsőváros megújítására. Tehát új úterővel fogunk neki a feladatoknak, és én azt tudom ígérni, hogy én valamennyi választópolgárnak a képviselője leszek a jövőben, és mindent megteszek azért, hogy Füled is lépjen előre, minden település lépjen előre, és a választópolgárok, akik megkeresnek engem, azok a legnagyobb segítséget megkapják, ami az ő ügyeik intézéséhez szükséges, és amit én, mint országgyűlési képviselőnek tehetek, azt meg fogom tenni. Képviselő, mennyire volt önnek izgalmas a tegnapi este? Úgy látom, hogy a 13-as szám a szavazólapon az ezúttal szerencsésnek bizonyult. Én azt mondtam, hogy én a kampányt nem a február 17-én kezdtem el 2018-ban, hanem 2014. április 7-én kezdtem el a munkából kampányoltam. Én minden településre eljutottam, mindenhol arra törekedtem, hogy tudjak segíteni az engem megkereső polgármestereknek, képviselőknek, vagy egyáltalán választópolgároknak, és én úgy gondolom, hogy ez a sok munka, ez meghozta a gyümölcsét, el tudtam jutni mindenhova, tudtam beszélni nagyon sok alkalommal a választópolgárokkal, meghallgattam őket, hogy mi az, amit szeretnének elérni, milyen célokat fogalmaznak meg, úgyhogy ezért én különösebben nem izgultam, őszintén megmondom, de mindenképpen jó esett a bizalom, és ez megerősít engem abba, hogy a sok munka az meghozza a gyümölcsét. Számít-e kormányzati feladatra 18 és 22 között, hiszen a mostani ciklusban meg 98 és 2002 között is ugye nem csak országgyűlési képviselő, hanem a belügyminisztérium államtitkára volt? Én most elsősorban a képviselői feladatokra koncentrálok, hát ugye a mandátum megszerzését köszönöm az engem támogató választópolgároknak. Ha ilyen fölkérés kapok, akkor azt örömmel vállalom. Úgyhogy de ennek még előtte vagyunk, ugye a kormány alakítás az a miniszterelnök úr feladata, a kormányzati feladatok kiosztása is a miniszterelnök úr, illetve a miniszter úr feladata lesz. Ha engem fölkérnek, akkor én készen állok arra, hogy ilyen feladatot elvállaljak.
napokon belül ünnepli a születésnapját, amihez gratulálunk szintén. Ez azért egy kedves születésnapi ajándék volt a választók részéről. Igen, bár én a magam dolgait próbáltam így háttérre szorítani a kompányfőnök ide, de köszönöm szépen a jó kívánságokat, meg a figyelmességet, hogy ezt megemlíti. Én azt gondolom, hogy ez valóban szerencsésen jött ki. Bár ugye a 13-as szám, hogy mind a listán, mind a egyéni szavazólapon 13-as voltam, annak nem örültem. Ilyen a szerencse, mert nyilván, hogy aki elől van, aki az első pár számot húzta, vagy akinek azt húzták, az mindenképpen kedvezett, de úgy gondolom, hogy ez a közelgő születésnap is, születésnaphoz, ez egy nagyon szép ajándék, de mondom, engem is abban erősít meg ez is, hogy a sok munkával lehet eredményt elérni, és még egyszer szeretném megköszönni a Balatonfüredélyek támogatását, és szeretném azt is elmondani, hogy szerencsés embernek tartom magam, hogy ebben a választók előttben megválasztottak képviselőnek, szerencsés embernek tartom magam, hogy Balatonfüredet képviseljem. Annak idején 1973-ban, amikor diákként itt a vasútállomás építkezésen dolgoztam, nem gondoltam volna, hogy nekem a Jóisten ne adja azt a lehetőséget, hogy 40 év múltán a várost képviseljem a Magyarországgyűlésbe. Ez most sikerült, úgyhogy boldog vagyok, hogy a gyereket és a környékbelieket képviselhetem. És kérem is a vitélőket, hogy támogassanak a jövőben is, ebben a ciklusban is. Füred gyönyörű város, óriási lehetőségek vannak. Polgármester úr nemrégiben jelentette le, hogy közel 10 milliárd forintos fejlesztési forrásokat nyert összesen a város. Nagyon-nagyon fontos fejlesztések indulnak el, és amit én még fontosnak tartok, hogy a felsővárosban élők, ahogy a fülediek mondják, a faluban élők életkörülményeit is fontos javítani, hogy érezzék azt, hogy a fejlesztések értük is vannak, nem csak a vendégekért, és a fülediek is jól érezzék meg a Füleden. Képviselő, köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok! Konrád Károly a képviselői eskütételt követően mandátumának átvétele után tart fogadóórát elsőként Balatonfüreden, amelynek időpontja a Füred TV képújságában és a balatonfüred.hu oldalon lesz olvasható.